Egyszerre kezdték az aláírásgyűjtést a kormánypártok és az ellenzék tavaly februárban. Az áprilisi választás előtt az egyéniben induló jelölteknek 500 érvényes ajánlást kellett összegyűjteniük. A választók utóbb a helyi választási irodákban ellenőrizhették, hogy visszaélte valaki az adataikkal. Itt tett a Momentum egyik Fejér megyei képviselőjelöltje, Tóth Péter is, és alaposan meglepődött. A választási bizottságtól kaptam egy olyan jelentést, hogy 10 pártnál szerepel a nevem. Holott én pontosan tudtam, hogy ezeknek a pártoknak nem írtam alá, a következő lépésben pedig megkértem őket, hogy tegyék meg a feljelentést a rendőrség felé. Eltelt egy év, majd Tóth Pétert értesítették, hogy a nyomozást felfüggesztették. Megdöbbentő volt. Az, hogy ilyen mértékben működik ez a biznisz Magyarországon, nyilván nem gondolhatjuk azt, hogy az aktivisták a saját szakállukra hamisították ezeket az éveket. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy hamis magánokirat felhasználása miatt nyomoztak. Az ajánlóív ugyanis nem közokirat. Több tanút kihallgattak és megállapították, hogy valóban visszaélés történt. A nyomozást azonban szerintük fel kellett függeszteni, mert nem tudták megállapítani, ki tette. Áprilisban ugyanerre hivatkozva függesztették fel a nyomozást a Terézvárosból és Erzsébetvárosból álló választókerület ajánlásaival kapcsolatban. Ott a DK tett feljelentést, miután kiderült, hogy a fideszes jelölt ajánlóívein 341 olyan választó adatai szerepelnek, akik más aláírással egy másik, frissen alapított párt ívein is ott voltak. A Fidesznek most már papírja van arról, hogy választási csalásra győztek 2018-ban. A kormánypártok szerint a választási törvény szigorítása nincs napirenden, mert a kamupártok miatt korábban épp a Fidesz-KDNP kezdeményezésére változtattak a jogszabályon. Ezeket több alkalommal nagy többséggel is fogadta az országgyűlés. Nyilvánvalóan innentől kezdve a hatóságoknak a dolga, hogy kivizsgálják ezeket az eseteket. A hvg.hu összesítése szerint az aláírás hamisítások miatt 256 feljelentést tettek, de nyomozás az esetek kevesebb, mint felében indult, és vádemelésig csak két ügy jutott el.